A helyi kultúrotthon udvarán zajló bográcsfőző versenyre idén 11 csapat nevezett be. Nagyon szeretni kell a... az az első. Úgyhogy mindent beleteszünk. Ha lehet, hogy van egy kis titok is, de hát azt nem szoktuk elárulni. Nekem a titok az szokott lenni, hogy ahogy esik, úgy puffan. Szóval nincs semmi kimérve előre. Ahogy ön sorba rakom bele, és akkor bizakodunk, hogy a végén jó lesz. Ami meg az elkészülést, azt útközben kóstolgassuk, és mikor úgy érezzük, hogy jó, akkor levesszük és elfogyasszuk. Az Óbecséhez tartozó, valamivel több mint 400 lakost számláló és többnyire magyarok lakta a Drea település Szent István napot és falunapot ünnepelt. Kultúrkörünknek ugye az az elsődleges feladata, hogy a hagyományokat ápolja, és átmentse, úgymond. Ebből kifolyólag az újraalakulásunk éppen 30 éve történt, tehát valójában jövőre lesz a 30 éves ünnepségünk, és igyekszünk azóta szinte minden évben megünnepülni a falunapot. Az új kenyeret a falu népe és a vendégek a helyi templomba vitték, ahol az ünnepi szentmise keretében megszentelték, megvágták, majd szétosztották a jelenlevőknek. Az ünnepség a helyi kultúrotthonban árusítással, egybekötött kiállítással és alkalmi műsorral folytatódott. Az eseményen jelen voltak az óbecsei önkormányzat képviselői is. Óbecse községnek Drea különlegesen fontos téma, mivel ez a falu nem csak hogy gazdag történelemmel és kultúrával, hagyománnyal rendelkezik, hanem azon kívül még egy nagyon szép lakossággal, és mindenki büszke lehet erre a lakosságra, mivel ők összetartanak, és mindig itt vannak, hogy egymást kisegítsék. A tartomány a fejlesztési jellegű támogatások mellett az ilyen és hasonló hagyományőrző rendezvények megtartását is fontosnak tartja. Valóban, minden évben a hagyományőrző rendezvények tekintetében pályázati kiírás megtörténik, és ebben az évben is ez már lezajlott, és örömmel mondhatom, hogy a Dreai Kutaspuszta kultúrkör eredményesen részt vett a pályázaton, így a mai falunapi rendezvényt, illetve annak különböző részeit komolyan meg tudták szervezni. A közös ebéd előtti kulturális műsorban a helyi diákok és szavalók mellett felléptek az Óbecsei Petőfi Kultúrkör táncosai és énekesei, délután pedig a gyerekek számára játékos vetélkedőket és bábelőadást, a felnőttek számára pedig sörívóversenyt és kötélhúzást szerveztek.